Sziasztok! Most jön, ami még nem volt, bár vágtunk rá, jönnek a nagy minuszok. Ez egy újabb kísérlet lesz, hogy mit tud a rendszer, és hogy valóban kibírja ezt a telet. És ez az, amiért mindenkit visszatartok, és visszatartottam, addig, amíg ezen túl nem jutunk, és úgy túl nem jutunk, hogy sikerrel. Addig ne öljétek bele a pénzeteket, még ez ki nem belül, hogy bírja-e ezt a nagy minuszokat. Jövő hétre minusz 10 fokokat mondanak éjszakára, és nappal sem megyünk elméletileg minusz 5 fölé. Meglátjuk, hogy mi történik. Most pont az a pillanat van, ami legszerencsésebb az üvegház szempontjából. Baromi hideg van, de minket nem érdekel, mert süt a nap. Ha ez a baromi hideg a felhővel együtt jön, az a rosszabb forgatókönyv. De azon már túl vagyunk. Úgyhogy most egy kicsit szeretnék bele megmutatni egyrészt, hogy milyen hőmérséklet van. Valójában ebben a pulóverben melegen van. Azért hoztam ki a laptopot is, hogy ne csak a hőmérőnek higgyünk, mert a laptopon el tudom élni az Arduino-t, és úgy digitálisan századpontossággal tudunk hőmérsékletet mondani. Egyébként olyan fél egy van, tehát ez a napi csúcs. Olyan kettő körül van legmelegebb, de ez most egy ilyen jó idő, igazából nem pulóveres, hanem pólós idő. Amit szeretnék elsősorban mutatni, nem tudom mennyire látszik a videón, ezek a hátsó hordók. Onnan látszik, hogy hol van hideg, hogy pára van. Oda megy a pára, ahol leghidegebb felület van is. Az érdekesség, amit szeretnék mutatni nektek, hogy magán a hordón a felső rész a száraz. Alatta viszont nedves. Ez azért van, mert tökéletesen látszik, hogy melegszik benne a víz. A mért hőmérsékletek, és minden hordón így van, a mért hőmérsékletek nem lesznek tökéletesen pontosak, mert nyilván az alaprögzítőt bezavarja a napsütés is egy picit, viszont amint elmegy a nap, lehet hasonlítani az esti és a reggeli mért hőmérsékletet képest. Hogy mennyit nyertünk egy nap. Most nézzük meg, hogy mi a helyzetünk. Azt mondja a hőmérő, hogy ez 20,5 fok. Ez a benti levegő hőmérséklete. Ehhez képest a digitális. Azt mondja, ahogy látjuk. Jaj, csillog, villog minden. Úgy csináljam, hogy jó legyen. Nem tudom, látszik. Az első szám az a vízhőmérséklet, az 8,25. A második szám a benti levegő, az 18,25. A harmadik szám az a hátfal hőmérséklet, az 16,5, és a negyedik a kinti hőmérséklet, az 4 fok. Ezek a lényeges adatok. Tehát az a lényeg, hogy itt bent majdnem 20 fok van, a hátfal őletesen gyűjti befele a hőmérsékletet. Remélem azért másfél-két fokot tudunk emelkedni egy ilyen jó nappal. Szükség is lesz rá. Aztán, hogy a jövő héten mennyi napsütésünk lesz, vagy mennyi nem, és hogy mennyit veszik majd a rendszer, az a kérdés. Ez az érdekes. Még egyet szeretnék mutatni, és akkor túllépünk ezen a hőmérséklet témán. Szurkoljatok! Nézzétek az időképet, én is azt nézem, merre mennek a felhők, mert ahol kis a napot jó idő van, ahol nem, akkor ciki van. Ez van. De szerintem túléljük, nem lesz gond. Amit szeretnék mutatni. Ezt mondja, hogy hol van? Látszik, nem látszik? Virágzik a borsó. Ez az első borsó virágom. De megritkítottam a retket is, és a salátát is. Most már kezdenek majd fejesedni. Ő a híradónak a retke, az gyorshajtásért fel lehetne írni. Ő pedig a madársaláta az Indextől. Lássátok, hogy mi változott egy hét alatt. Még egyszer a híradó retkét. De szépen fejesednek itt a retkek. Halacskák jól érzik magukat. A vízhőmérséklet ugyan egy picit alacsonyabb, mint aminek én örülnék, de nem aggódunk, ez a 8 fok, ez bőven jó. Én szerintem ma estére a 9-et is megcsípjük. Oké, ma még nem ettek a halacskáim, úgyhogy megetetjük őket, csak elpakoltam közben a laptopot, mert a pisztoly nagyon hálás evő, és elképzelhető, hogy itt mindenféle csapkodásba, ugrálásba fognak átmenni. Ebből a szempontból nagyon kedves hal, hogy szeretem mi is. Hova szólom, hogy látszódjon?
Na, hát így esznek ők. Jól ezek magukat. Most körülbelül már csak 40-en vannak, de nem aggódunk, mert tavasztól jön újra a harcsa. Tervek szerint. A maradék pisztrány meg addig húzza, amíg húzza. Oké, szurkoljatok, hogy kibírja a rendszer ezt a következő nagy tesztet, ami jön az időjárás oldaláról. Kövessetek figyelemmel a weboldalamon, vagy a Facebookon, vagy ahol akartok, ahogy nektek jó esik. Sziasztok!